Ó, jaj, felébredtem, de megint nem tudok mozogni. Vagy csak álmodok? Ez nagyon rossz, mert... Bob, eljöttem ismét. A személyes alvásparalízis démonod. Úristen, szóval ezért nem tudom mozgatni a végtagjaimat. Nem engedi az alvásparalízis démon. Igen, Bob. És mindaddig a hatalmam alatt. Bob, itt van az ágy alatti mumusod. Hé, ki ez a csinos alvásparalízis démon? Egy ágy alatti mumus? Bob, te csalfa csóró csávó. Hát megcsalsz ezzel? Csak néhány napja jár ide, és semmi komoly nincs köztünk. Azért tegnap nem ezt mondtad az éjjel, hanem azt, hogy jaj, itt egy mumus. De félelmetes. Mert megijedtem a mumustól. Amúgy meg te is ijesztő vagy. Amúgy meg újra tudok mozogni. Mert most már nem érdekelsz, Bob. Légy boldog a mumusoddal. És így küldtem el őket a francba. Ez igen megrázó történet, démon. Igazi pancser volt az exed. Úgy gondolod? Hát persze. Abban, hogy nem nevezted néven az illetőt, nyilvánvaló, hogy egy idióta, mert elszalasztott egy olyan kincset, mint te. Ó, ezt rám értetted? Igen, drága démon. És most csókolózzunk úgy, mintha egy pálcikán ütnének össze minket. Soha többé nem hagylak el. Menj már ki a szobámból! De szerinted az alvásparalízis démon visszajön? Tudom én! Halló, szia Samu! Úristen, Bob, van csajom! Micsoda? Mióta? Tegnap találkoztunk. Gyere, ma bemutatlak neki. Hát nem hiszem, hogy hármasban olyan izgi lenne. Hát akkor hívd meg valakúgy te is. Este találkozunk. Na csá! Csá! Most ki a francot hívjak meg? De ez csak egyszerű eset. Ne fogd fel rendszernek. Rendben, főnök. Hú, ez ő! Micsoda? Az esetlen exem és a múlja mumus... Bob, egy mumust hoztál a dupla randira? Nem tudtam, hogy ez egy dupla randi. Akkor lányt hozom. Nincsenek is lány ismerősei. Csak ez a mumusa van. Elég ebből. Hát nem látod, alvásparalízis démon, hogy miattad költöztem Bob ágya alá. Hogy micsoda? Ezért nem tudok aludni egy hete? Igen, alvásparalízis démon. Szerelmes vagyok beléd, mióta megláttalak. És csak az alkalmat vártam, hogy ezt elmondhassam. Hé, ez a démon velem van, Nyomi. Szóval kopd le! Én senkivel sem vagyok. De egyúttal igen könnyen lehet befolyásolni, és elég könnyű az árkölcsem. Szóval miért ne? Gyere, mumus! Csókolozzunk úgy, mintha egy pálcikával ütögetnének össze bennünket. Soha többé nem hagylak el téged. Veled leszek, ameddig csak én. Most is hallom gyengéd szíverésed. Ez az. És most tartsunk orgiát Bob szobájában, ahogy szoktam. Mi? Fúj! Na jó, most cserélek zárat a lakásomon. Gyere már, Samu! De... Nem, Samu! Fúj, gyere! Jó van, na. Most is hallom gyengén szívverésed. Koldus voltam, gazdaggá tettél. Napfényem vagy, ha csüggeszt az élet. Boldoggá tesz, mosolyog a lényed.